A szálkai önkormányzatnak pályázat útján sikerült mindenre kiterjedő munkálatokkal még összkomfortosabbá tenni a tavat és a parti részt is. Ezáltal még élvezhetőbbé téve a már magában is nyugodt, kellemes környezetet. Hosszú évek óta terveztük ezt a fejlesztést, sikerült rá, hál' Istennek, pályázatot nyerni, és így az idei évben megvalósult ez a program, ami természetesen a strandnak a színvonalát, minőségét javítja, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Sikerült a tófeneket lehomokozni, ami szintén azt gondolom, hogy a fürdőzők részére egy fontos dolog. Sikerült a partvédelmet megcsinálni, valamint a stékbejárókat újonnan sikerült megvalósítani. A megvalósítás során arra törekedtek, hogy a talaj, illetve a tófenék munkák, valamint a beszerzett új eszközök minél jobb minőségűek, tartósabbak legyenek, hogy a fürdőző közönség még hosszú évekig élvezhesse a strand minden kényelmét. Mi nem törekszünk arra, hogy zsúfolt legyen, hanem az a célunk, hogy itt, aki ide jön, az jól érezze magát, és élvezze a környezet szépségét, meg az itt lévő dolgokat tudja élvezni, és tudja jól pihenni és szórakozni. Noha a strandszezon csak június 15-én kezdődik, a szálkai strandon már június 1-től várják a fürdőzőket. Ahogy a korábbi években, idén is tökéletes minőségű a víz, ezáltal a strand is megkapta a kiváló minősítést.